Újra itt a Kispad, heti sportmagazinunk. Köszöntöm kedves nézőinket, tartalmas időtöltést kívánok! A Magyar Jiu-Jitsu Szövetség április 13-án Budapesten rendezte meg azt a versenyét, amelyen a dunajvárosi Fox Ese 11 versenyzővel képviseltette magát. A több dobogós helyezés mellett minden versenyző remek eredményeket ért el. A jiu-jitsu bár nem tömegsport, mégis nagyon népszerű a gyermekek és a felnőttek körében. A Fox Sport Egyesületnél akár kikapcsolódás vagy fittentartás céljából is várják az érdeklődőket. Az edzés látogatása során az is kiderült, a kicsik miért pont ezt a sportot választják. Tudsz tanulni a fociban, meg csak elrugod a labdát, és ha nem mész utána, akkor majd más utána mész. Az iskolát nem szeretem, de ezt a sportot igen. Sikeres vagyok, szoktam indulni magyar bajnokságon, és még sima versenyeken is. Mivel a jiu-jitsut hazánkban nem túl sokan űzik, kihívást jelent a versenyzők számára, hogy megmérethessék magukat, hiszen a mérkőzések súlycsoportokra osztva zajlanak. Hát olyan, hogyha van súlycsoportod, de csak akkor megyünk el. Elsőnek még második lettem, de utána mentünk és első lettem. Gyetvai Balázs nem csak edzőként vesz részt az egyesület életében, hanem versenyszerűen sportol is, nem kis sikerekkel. Nekem ez a sport igazából egy 6 éve csöppentem bele. Azért tetszett nekem nagyon, mert rendkívül hatékony, és viszonylag gyorsan el lehet érni egy olyan szintet, ami a hétköznapban is használható. A munkámból adódóan is sajnos elég sokszor kell úgymond testi erőt alkalmaznom, és ez a sport ez nagyon jó arra, hogy úgy tudjam leszerelni a penitenseket, hogy nem okozok neki sérülést sem magamnak, se nekik. És így a törvényes kereteken belül meg tudom oldani a problémákat. Én voltam az IBJJF-nek a budapesti versenyén, ahol 3 érmet hoztam, igen, egy arany, egy ezüst és egy bronzérmet, illetve most a hétvégén voltam Barcelonában az IBJJF-nek a Master Európa bajnokságán, ahol súlyomba és abszolútba is aranyérmet sikerült szereznem kéköbbe. Azért tartom fontosnak a versenyzést, mert ott jön ki igazából, hogy hogyan állnak technikailag, miket kell még finomítanunk, mi az, ami hiányossága esetleg a gyerekeknek. A Global Grapplingnek a magyar bajnokságán több magyar bajnokunk lett, illetve nagyon sok második. Gyakorlatilag mindenki szinte helyezéssel, tehát ilyen első a harmadik helyezés között jött haza. Már 3 éves kortól részt vesznek a gyermekek az edzésen, ami nehéz feladatok elé állíthatja az edzőt, hiszen egyszerre több korosztálynak megfelelő gyakorlatokat kell kialakítania. A hétköznapi edzésekben egyáltalán nem zavaró, sőt, én úgy gondolom, hogy ez még jó is, mert akik régebb óta járnak, azok az újakat tudják tanítani, leveszik a terhet a mi vállunkról. Különböző méretű és korú srácok vannak, és ez igazából azért is jó, mert mondjuk vegyük egy utcai szituációt, ahol esetleg az önvédelmi részre szükségük lehet a gyerekeknek, ott se egy homogén ellenféllel lesz dolguk, hanem igazából bárki jöhet, kicsi, nagy, súlyosabb, idősebb, fiatalabb. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem probléma ez az edzés szempontjából. Amikor verseny van, azért szét szoktuk őket szedni, tehát ott azért az kicsit specifikusabb, de ugye az átlagban ez egyáltalán nem akadály. Kezdetben a boxolókkal együttműködve tartották az edzéseiket, később pedig már egyedül vették birtokba a 350 négyzetméteres termet. Itt a kitartásra, az előre, a csapat összetartásra, mert gyakorlatilag embereket nevelünk kis túlzással, ilyen erős szavakat akarok használni. Nagyon-nagyon sok edzőtábor van, nagyon sok nemzetközi megmérettetés van, ahol mondom még egyszer, tehát egyénileg, de mégis csapatként dolgoznak, együtt egymásért szorítanak, és hát az ezt a falat megtöltjük szépen aranyérmekkel. Reméljük, hogy minél több lesz. Az idei versenyszezonban nem lehet ok panaszra, hiszen hatalmas sikereket tudhatnak magukénak a sportolók, emellett folyamatosan bővül is a gárda. A legfontosabb, hogy ilyen sok gyerek legyen és jó eredmények legyenek, az, hogy jó edzők legyenek. Gyetvai Balázs, aki nekem a jobb kezem itt ebben az egyesületnél, egy master tornán vett részt Barcelonában, és ha már ott voltok, hogy gyorsan meg is nyerte, pedig azért nagyon nívós mezőny volt ott is, tehát nagyon jók az edzők, és hozzájuk csatlakoznak azok a fiatalok, akiket a szülők behoznak ide, és látják, hogy jó helyen vannak. Ketté kell választani, vannak, akik amatőr szinten űzik, és vannak, akikből esetleg hivatalos versenyzők is lehetnek. Mi ennek sem szabunk át, tehát volt már olyan versenyzők, akik Dubajba juttattunk ki,
illetve edzőtáborra Egyesült Államokba is a legjobbakhoz is el tudunk juttatni. Hát a lehetőség az adott arra is, hogy egyszerű szabadidős sportként működjön, és akár versenyszerű sport is legyen. Ami még nagyon fontos, hogy ha jó edző és jó társaság van, akkor az egyre több embert vonz magába, és ezt lehet itt most látni. Bő egy éve, másfél éve kezdtük el a komolyabb munkát, és meg lehet nézni, tele van a tere. Akarat és kitartás. Ez a két képesség a mérvadó, ha valaki a jiu-jitsut választja. A legfontosabb viszont az, hogy aki részt vesz az edzésen, jól érezze magát. Immár 35. alkalommal rendezik meg a Bringatúra Bringán a város elnevezésű eseményt május 11-én. A Dunaújváros Mezőfalva Dunaújváros útvonalú családi programról a szervező Turinform iroda vezetője Kis András adott bővebb tájékoztatást. 34 sikeres bringatúra után idén is megrendezik a Bringán a város elnevezésű programot. A résztvevők a Dunaújváros Mezőfalva Dunaújváros távot teljesíthetik majd. A biztonságos lebonyolítás érdekében mentők, rendőrök és polgárőrök felügyelik majd a forgalmat, közlekedést. A bringatúrát idén 35. alkalommal rendezzük meg. Tehát Dunaújvárosnak ez az egyik legrégebbi ilyen közösségi rendezvény, ami nagyon sok több ezer embert megmozgat. Egy nagyon jól bevált hagyomány, nagyon könnyű dolgunk van azzal kapcsolatban, hogy az emberek tudják, várják és szeretik. Az egyetlen befolyásoló tényező a bringatúránál az az időjárás, ami sajnos eléggé kiszámíthatatlan egy ilyen szeszélyes májusban. Reméljük május 11-én szombaton jó időnket fogunk ki, és mindenki kedvére letekerheti ezt a távot. Természetesen egy nagyon fontos szelete minden rendezvénynek a biztonság. Egy ilyen közlekedési rendezvénynek fajsúlyosabb, hangsúlyosabb szerepe van a biztonságnak. Hetek óta egyeztetünk a rendőrséggel, a polgárőrökkel, de erre is egy olyan rutinos bevált csapatunk van, hogy igazából mindenki tudja a dolgát. 6 motoros rendőr védi a túrázókat, elől is, hátul is rendőrök zárják a forgalmat, illetve a sor hátulját egy kamion és egy busz zárja, ahova az elfáradt, sérült versenyzők idézőjelbe föltehetik a bringájukat, és úgy tudják teljesíteni a távot. Mezőfalván szokásosan zenével, frissítővel várjuk a fél célba érkezőket, és szokásosan egyre nagyobb számba érkeznek hozzánk támogatói tombolák, amit a visszaérkezés után a karszalaggal tudnak abszolválni az emberek. Egy mentőtiszt utazik a konvojjal, hogy fogalmazhatok itt, és ő az ilyen apróbb dolgokat ott el tudja látni, akár kálciummal egy darás csípésre, akár van nála kötszer, hogyha ilyen horzsolásos sérülés történik, és természetesen itt a városházán készen lép áll egy mentő, de még hál' Istennek soha nem volt rá szükség. 1000-1500 fő között szokott mozogni, ha olyan időnk van, mint most, tudod, ez befolyásolhatja természetesen az idő. Regisztrálni nincs szükség előre, itt a helyszínen az önkéntesség segítségével mindenki megkapja a karszalagját, és egyben az a regisztráció. Tehát hozzánk az irodában nem kell előre bejönni, regisztrálni. Ez nagyon jól bevált már itt a helyszínen, hogy egy 6-8 lokációban elosztjuk a tömeget, és akkor mindenki. Az a fontos, hogy mindenki legyen karszalag, aki részt szeretne venni a tombolában. A bringatúra ideje alatt május 11-én teljes útzára kell számítani a Városháza tértől a Dózsa-György úton egészen a 6-os számú főút körforgalmáig, 3:49 és 3:10, valamint 4:12 és 4:1 között. Így a Dózsa-György úti parkolókból gépkocsival kihajtani nem lesz lehetőség, valamint az autóbuszok is minimális késésekkel közlekednek majd. Ciráki László a Duna Royal Sporttánc Egyesület vezetője. Emellett több tánccsoporttal foglalkozik, azokkal is, akik csak hobbi szinten szeretnék elsajátítani a társastánc alapjait. Tanfolyamokat is lebonyolít, sőt, esküvői táncoktatást is vállal. A táncegyesület jelenlegi feladata, hogy az esküvő szezonra kapott felkéréseket teljesítse.
A Duna Royal Sporttánc Egyesület profija a társas táncoktatás 1991 óta, vezetője pedig Ciráki László. Az MMK-ban van a székhelye, és ott egy évben kétszer van társas tánc alaptanfolyam, plusz idén tavasszal indítottunk egy újdonságot, a lakodalmas tánc tanfolyamot az esküvőkre készülőknek. Emellett foglalkozik szalagavatósok felkészítésével, esküvős pároknak egyedi koreográfia készítéssel, és van egy hobbi csoportunk is. Mellette pedig van egy gyerekcsoport, akikkel dolgozunk a Dekapo Alapfokú Művészeti Iskolában. Az információ az esküvői táncoktatásról már szájról szájra terjed a jegyes párok körében. Sokan keresik meg az Egyesületet egyedi különleges kéréseikkel. Akkor szoktak minket megkeresni mindenféle ötlettel, vagy éppen azzal keresnek meg, hogy szeretnének táncolni, de semmi ötletük nincs, és ilyenkor szoktunk leülni velük egy kisebb beszélgetésre, és megkeresni azt a megoldást, ami az adott időn belül megvalósítható, és egy szép emléket tudunk nekik készíteni az esküvőjükre. A Duna Royal Sporttánc Egyesülettel az egyéni táncoktatáson kívül is találkozhatunk, hiszen többször kapnak felkéréseket Dunaújváros különböző eseményeire is. A városi rendezvényeken folyamatosan jelen vagyunk. Következő fellépésünk például mondjuk a Dekapóval együtt működve a gyereknapi fellépésünk lesz, majd lent a Dunaparton, a Parázsvarázs után, de volt példa már rá, hogy a május 1-én, vagy éppen az adventi randevún is szerepeltünk. A Sporttánc Egyesület minden korosztály számára lehetőséget nyújt, hogy kipróbálják magukat, 10 éves kortól a felnőttekig, akár hobbi, akár profi szinten szeretnének táncolni. Körülbelül az 5. osztálytól felfelé dolgozunk gyerekekkel, és a felnőtteknek igazán minden egyes olyan csoportját megpróbáljuk megtalálni, vagy hát lehetőséget nyújtani nekik, aki csak hobbiból heti rendszeresség akar táncolni, azoknak is legyen lehetőség, de aki azt mondja, hogy most kell menni egy lakodalomba vagy egy szülinapra, és szeretne ott valamit előadni, egy különleges táncot, amit Amerikából elterjedt ötletekkel, akkor annak is a rendelkezés állunk, és megpróbálunk segíteni. Középiskolásokra pedig a szalagavatot szoktuk támogatni. Az Egyesületnek az év minden szakaszában megvan a maga feladata, nyáron az esküvők, ősszel pedig ezt váltva a szalagavatók lesznek az elsődlegesek. Stábunk a Dunafair Due Dutréd FC utánpótlás csapatainak edzésén járt. Az U11 és U13 izgő, mozgó futszálosai a kevés megmérettetési lehetőség ellenére keményen dolgoznak, hogy a maximumot hozzák ki magukból és társaikból. A 11 és 13 éves korosztály legalább olyan komolyan tekint a sportolásra, mintha már felnőttként profi ligában játszanának. Egy csapatként dolgozni, együttműködni sokszor még felnőttek számára sem egyszerű, de ők ezt, a bennük lévő gyermeket megtartva, remekül tudják kivitelezni. Apukám is idejött, és akkor azt mondta, hogy próbáljam ki, és akkor idejöttem. Mint az előbb bemelegítettünk, és akkor most fogunk meccsezni. Tudjuk, hogy vannak egyesek, kettesek, háromsok, és akkor, hogyha egyesek gólt rúgnak, akkor felmennek a kettesek, és utána a hármasok. Voltunk meccseken, sok városban voltunk, és hát utolsók is voltunk, meg másodikok is. A foci a lányok körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Meccseken eléggé eltérő, de amúgy edzéseken meg nagyon elfogadnak is. Befogadnak a csapatba, és ugyanúgy tekintenek, mint a fiúkra. 6 éve már kijárok mindig a felnőtteknek a meccsére, és ott nagyon megtetszett, és hát már akkor elterveztem, hogyha lesz utánpótlás csapat, akkor én biztos, hogy fogok játszani. Németh Péter utánpótlás edzőnek az is feladata, hogy az edzésen lekösse a kiskamasz gyermekek figyelmét. Könnyű helyzetben vagyok, mert ahol labda pattog, ott azért akkora probléma nincs ilyen téren. Tudom, igen, hogy azért van motivációs hiány gyerkőcöknél, hogy elmenjenek mozogni és sportolni, de akik ide eljönnek, azok nagyon szeretnek sportolni, nagyon szeretnek labdázni, nagyon szeretnek mozogni, úgyhogy ha már itt vannak, akkor itt nincsen ilyen jellegű probléma. Bár gyermekekkel még csak 2 éve foglalkozik a klub, a sport nagyon népszerűvé vált, sokan jelentkeznek. Az idei évben arra az elhatározásra jutottak a vezetők, hogy ketté bontják a csoportot. Szerdánként vagyunk itt a Gárdonyi iskolában, kedden csütörtök az egyetem kis termében vagyunk. Vegyes korosztály, tehát van nagyon pici gyerkőcünk is, van, aki itt ismerkedik, még csak a focival, futszállal, valaki már ügyesebb, úgyhogy ilyen szempontból egy picit nehéz. Mindig csinálunk valami technikai dolgot,
amit próbálok úgy alakítani, hogy az ügyesebbeknek is feladat legyen, illetve a kezdők is azért tudjanak ilyen feladatokat megcsinálni. Utána valami kis taktikai dolgot is szoktunk csinálni, és aztán pedig játszunk. Egyre többen vagyunk, ez 2 éve indult nyári táborral, hogy lett ilyen korosztályú gyerkőcünk, előtte csak nagyok voltak U17-esek, U20-asok, de azóta van igény rá, azon vagyunk, és már feladatunk is lesz, hogy külön választjuk a csoportokat, illetve a korosztályokat, mert most már annyian vannak, és akkor a korosztályoknak megfelelő edzéseket lehet majd nekik tartani. Német Péter amellett, hogy az utánpótlás csapatok edzője, a felnőtt csapatjátékosa is. Jelenleg volt egy hosszabb szünet a bajnokságunkban sajnos, és most folytatódik, pont pénteken játszunk majd a Csömör ellen egy kiki mérkőzést. A rájátszás közepén vagyunk, azért küzdünk, harcolunk, hogy a két csoport van a rájátszásban, és a mi csoportunkban, hogy a második helyen végezzünk. Ez azt jelenteni, hogy akkor bronzmérkőzést játszunk majd, még 3 meccsünk van hátra. Azon vagyunk, hogy ezt a 3 meccset megnyerjük, és akkor utána majd a bronzmérkőzésen, pedig majd nem tudni, mert a másik csoport az nagyon szorosra sikeredett, hogy a Szombathelyjel, Veszprémmel, vagy a Nyírgyulajjal a bronzmérkőzésen pedig majd sikeresen megküzdjünk. Az utánpótlás bajnokság sajnos hiányos, ugyanis csak a téli időszak alatt tart, ami körülbelül 3 hónap. Az MLS célja, hogy intenzívebben propagálja a sportot, hogy a későbbiekben még komolyabb bajnokság jöhessen létre. Kedves nézőink, önök a kispadot látták. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Jövő héten új műsorra jelentkezünk, akkor is számítunk az érdeklődésükre. Viszontlátásra! Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!